Látta el, hogy mi az Oskálatva, és a Cséfalvai Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselőasszonyt, elfogadja-e a válaszadó személyét. Képviselőasszony elfogadja, képviselőasszony, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, Henry Kissinger szállóigévé vált mondása volt az, hogy ha Európával akarok, kit hívjak föl. Nos, így jártunk mi is a Nemzeti Eszközkezelővel. Miután ön a múlt héten azt állította itt a parlamentben, hogy az eszközkezelő létrejött, pontosan egy évvel a kormány magának szabott határideje után, kíváncsi lettem, vajon hol lehet erről többet megtudni. Mivel a NET alapító okiratát elfogadták, elvileg be is adták, gondoltam, talán be van jegyezve, van székhelye. Miután rengeteg sajtóhirdetésben a hitelsegítség.hu honlapot hirdeti a kormány, rákattintottam a menüpontok egyikeként a Nemzeti Eszközkezelőre. Orbán Viktor ezeken a hirdetéseken azt kéri, kérem vegyék igénybe a segítséget. A honlapon semmilyen információ nincsen, sehol egy telefonszám, nincsen a tartalma kidolgozva, de ami a legfelháborítóbb, az e-mail címre kattintva egy üres mező jön föl. Ki lehet próbálni, az ön iPadján sem fog működni. Ez így kimeríti a kész átverés só esetét. Kérem, hogy mondja meg, mi a Nemzeti Eszközkezelő telefonszáma, hova fordulhat az ügyfél, kinek hívhat e-mailt, és kit hívhat föl, hogyha problémája van. Hol rejtőzik a Nemzeti Eszközkezelő? Ha nem az a cél, hogy lepattintsák a kedves ügyfelet, miután azzal hitegetik ebben a hirdetésben, hogy segítséget kap, akkor mégis hogyan képzelik el kezelni az érdeklődő ügyfelet? Miért nincs egy telefonszám, ahol felhívhatnák ezek az átvert emberek a kormányt, ahogy azt ígéri a hirdetés? Miért volt fontosabb, hogy egy év késés után trehány módon földobjanak egy semmit mondó PR honlapot, ahelyett, hogy alapos kidolgozás után csak élesíteni kellene? Ennyire amatőrök, vagy ennyire lenézik az embereket? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Egy perces viszont válasz illeti meg, államtitkár úr. Köszönöm. Bocsánat, két perces. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Tehát a legfontosabb hír az, hogy a Nemzeti Eszközkezelő ugye augusztus 30-án létrejött, tehát létezik maga az intézmény, 100 millió forint jegyzettőkével és 1,9 milliárd forint tőke tartalékkal, ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által megalapítva. Tehát egy létező intézményről beszélünk. Ez az első. Kettő. Ahhoz, hogy ez az intézmény működjön és valóban végre tudja hajtani a feladatát, ahhoz nyilvánvalóan az eljárás rendjét, szabályait meg kell alkotni. A kormány ebben a tekintetben a szeptember 28-án egy előterjesztést tárgyalt, amelyik az eszközkezelő működésével kapcsolatos. És akkor a jó hírem az, hogy nyilvánvalóan a parlament elé is be kell jönni egy törvénynek egyébként, amelyik az eszközkezelő működésével kapcsolatos, ott mindent részletet meg kell vitatni, és akkor válik egyébként, miután a tisztelt parlament és a tisztelt képviselő hölgyek és urak is meghozzák azt a döntést, hogy milyen felelősséggel és milyen lépésekkel működik az eszközkezelő. Lehet, hogy ez a honlap egy picikét előre haladt, talán annál, mint amennyire kellett volna, de maga az eszközkezelőnek a kialakítása, tehát augusztus végén létrejött, 20. szeptember 28-án a kormány tárgyalta az eljárás rendjét, tehát hogy miként működik, milyen segítséget nyújt és milyen elemeket, és utána pedig októberben parlamenttel is ide érkezik, az azt jelzi, hogy megfelelő ütemrendben halad előre, hogy egy valóban működőképes eszközkezelő, nemzeti eszközkezelő jöjjön létre. Köszönöm. Egy perces viszont válasz illeti meg, képviselőasszony. Parancsoljon, képviselőasszony. Tisztelt államtitkár úr, önnek az ön szempontjából igaza van. Ön ezekkel a dátumokkal, ezekkel a határidőkkel védheti meg magát a főnöke előtt. De az ügyfelek, azok a választók, akik nekünk írnak levelet, hogy milyen kétségbejtő a helyzetük, és egy éve várnak arra, hogy valami történjen, még akkor sem tudnak tájékozódni, miután 30-án, augusztus 30-án, és nem 2010. augusztus 30-án, hanem 2011. augusztus 30-án végre megszületett a döntés. Ezek után mit mond önnek, ön a választóinak, ha találkozik velük? Én nem tudom, hogy mit mondjak nekik, én nem tudok neki egy telefonszámot megadni, még mindig nem tudok, és ott állunk, és válaszra várunk,
várunk, hogy egy év, és immár több mint egy hónap eltelt, október 3-a van, emlékeztetném önt, nem tudunk mit mondani a választóknak, hogy hol van az az eszközkezelő, amelyik a legnagyobb bajban levőket fogja segíteni. Mert az, amit önök eddig tettek, az édeskevés volt, és a legnagyobb bajban levő, legnagyobb tömegű választóknak nem segít. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz joga megilleti államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár. Akkor továbbra is, ugye október 3-át írunk, október 1-től van lehetőség ugye a kényszerárveréseknél a kvótának a érvényesítésére. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben teljesen időben vagyunk, hogy ahogy említettem, augusztus végén létrejött már a nemzeti eszközkezelő. Amikor ez a probléma akuttá válik, tehát valóban ugye azokat érinti, akik képtelenek fizetni, és az ő házukat elárvereznék, na akkor kell belépni a nemzeti eszközkezelőnek, és addigra ezek a részletkérdések, amiről előbb nem beszéltem, mert idő sajnos nincsen, tehát hogy kiket támogat, milyen szociális feltételek mellett, azt én úgy gondolom, itt a parlamentben mind meg kell vitatni, és utána októberig, ez, ha itt a parlament elfogadja, akkor az elsőjétől belépő kvótákat, akiket érint, az eszközkezelő minden további nélkül meg tudja tenni mindazt, amit szükséges. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés! Bábiné Szotfried Gabriella, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek. Tervezi a kormány, hogy a devizahitellel adósságcsapdába kerültek tájékoztatására kék vonalat hoz létre a kormány ablakokban címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása.